Az elmúlt napon 1370 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon. Így jelenleg közel 117 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon országszerte. Kórházi ápolásra 4019 betegnek van szüksége, közülük 374-en szorulnak lélegeztetőgép segítségére. Az elmúlt 24 órában 151 fő veszítette életét a koronavírus miatt. A beoltottak száma valamivel több mint 6.252.000 fő, a harmadik oltás lehetőségével eddig 3.153.470-en éltek. Korábban a kormány felhívta a figyelmet arra, hogy már Magyarországon is terjed a különösen fertőző és rövid lappangási idővel rendelkező Omikron vírus variáns, ezért továbbra is a vakcina beadatására kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a 4 hónapnál régebben oltottakat. Eddig 58.000 5 és 11 év közötti gyermeket regisztráltak a szülők oltásra, közülük 37.000 gyermeket már be is oltottak. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással. A két ünnep között is postázza a Deponi az éves hulladék naptárakat, az edény azonosító és zöld hulladék maticákat is postai úton kapják majd meg az ügyfelek. A tájékoztató szerint a kiküldések várhatóan 2022. január 15-éig befejeződnek, amennyiben az ingatlannál egynél több hulladékgyűjtő edény üdítését veszik igénybe, ugye a maticák akár több küldeményben is érkezhetnek eltérő időben. A Nonprofit Kft. Tájékoztatásából kiderül, hogy a 2022-es évi hulladéknaptárak tájékoztatók a társaság honlapján is elérhetőek. A két ünnep között a szemétszállítás zavartalanul zajlik, azonban január 1-én, az új év első napján nem viszik el a kukákat. Szerdán ismét változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A változás miatt a 95-ös benzin literenkénti ára 3 forinttal, míg a gázolaj 2 forinttal kerül majd többe. Az árváltozás várhatóan eltérő módon kerül majd érvényesítésre a kutakon. Az aktuális átlagárak viszont a benzin és a gázolaj esetében is 471 és 473 forint közötti szinten mozognak majd. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter még november 11-én a Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány 480 forintos áron rögzíti az üzemanyagárakat, a döntés pedig a 95-ös benzinre és a gázolajra is vonatkozik. A november 15-től életbe lépett fixálás 3 hónapig érvényes, felülvizsgálatáról ennek lejárta után döntenek majd. Az Albafehérvár férfi kosárlabda csapata 3 győzelem után fogadta a tabella utolsó előtti helyezettjét, a Paks együttesét hétfőn Fehérváron. A szurkolók joggal bízhattak a győzelemben, végül azonban nem sikerült teljesítenie a fehérvári csapatnak a meccshez fűzött reményeket. 73-85-re kikapott az Alba. A csapat edzője, Matthias Zollner úgy nyilatkozott, bár győzelemre készültek, számítottak arra, hogy lesz olyan mérkőzés, amit elveszítenek majd a győztes sorozat után, de nem gondolták volna, hogy ez a Paks ellen fog bekövetkezni. A hétfői meccs legeredményesebb játékosa a paksi Eilingsfeld János volt. Mindenféleképpen kemény mérkőzésre számítottam, nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fogunk dobni, de tényleg most sikerült megvalósítani azt, amit edzéseken gyakorlunk, ezt a kontrollált szép játékot. És nagyon büszke vagyok a srácokra, nagyon szépen játszottunk, tényleg betartottunk minden utasítást, amit az edzőktől kaptunk, és úgy gondolom, hogy nagyon jól felkészítettek minket az Alba Comp ellen, tudtuk minden játékukat, illetve nagyon jól védekeztünk, tehát végre összeállt úgy a védekezésünk, ahogy azt szerettük volna az előző fordulókban, és szerencsére most az extra dobások is beestek, amivel eddig hadilában álltunk, úgyhogy hál' Istennek sikerült nyernünk. A hét elején karácsony után rajtolt el a Vogban a Fehérvári Futballfesztivál. Hétfőn az öreg fiúké, kedden pedig már a hölgyeké volt a főszerep. A nap során az öreg fiúk tornához hasonlóan a női kupában is 2 csoportra osztva 3-3 csapat küzdött az első helyért. A kupával párhuzamosan zajlott a Kis Lajos emléktorna is, melynek keretében 3 mérkőzést játszottak az egykori futballedző pályatársai és játékostársai. Érdemes követni a Videoton FCF Barátikor Egyesület honlapját és a Facebook oldalát az aktuális eredmények és menetrend miatt. A tornát a jelenlegi érvényben lévő járványügyi intézkedéseknek megfelelően védettségi igazolvány bemutatása után lehet látogatni. Gyakorlatilag 2 fontos cél van, a sport szeretet, a tömegsport szeretete, illetve a Videoton szeretete tartja életbe ezt a tornát, immáron 21. alkalommal. Tegnapi napon nagy örömünkre, egy kicsit hazabeszéljek, az öreg fiúk 38+ bajnokságban Fehérváron maradt a bajnoki cím a Sáreszer Kft. Csapatával,
és a mai napon is mondjuk jó esély vagy Fejér megyébe maradt, hiszen a női kupán 5 Fejér megyei csapat és egy határon túl dívvidéki a Magyar Kanizsa fog szerepelni. Holnap pedig megkezdődik a 16 csapatos profi kupa küzdelmei, és el kell mondanom, hogy a magyar kispályaslabdarúgás krémje itt van, itt lesz a csarnokba, úgyhogy szerintem már a csoportmérkőzések is rendkívül izgalmakat fognak hozni.